Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntjük a Kraft konferencia résztvevőit, hallgatóit. Kollégámmal, dr. Abonyi Jánossal együtt, Lőrinc Katalin vagyok, a Pannon Egyetemről érkeztünk, és a előadásunknak a témája, amiről szívesen megosztjuk gondolatainkat és előremutató eredményeinket, ez a lakóhely, munkahely és úti cél. Mit jelent a magasabb életminőség a Veszprém-Balaton térségben? Az előadás első felében jó magam mutatom be a Balaton, mint élettér és mint úti cél legfontosabb jellemzőit, és akkor utána pedig János fog beszélni arról, hogy a Balaton, mint lakóhely, mit jelent jelenleg a 21. században, illetve hogy milyen fejlesztési prioritásokat javaslunk mi ebben a térségben. Kezdjük azzal, hogy a Balaton, mint térség, mint élettér és úti cél számtalan módon vizsgálható a Pannon Egyetem gazdaságtudományi kara részéről, mi több primer kutatást végeztünk. Itt a dián jól látható, hogy milyen témakörökkel foglalkoztunk, az életminőség, identitás és helyi kötődés. Ennek a gondolati háttere azért az, hogy az életminőségben az objektív és szubjektív jellemzőknél nagyon fontos az, hogy akik megélik a különböző változásokat, nagyon sok esetben szubjektíve élik ezeket meg, tehát a boldogság, az elégedettség, az nem feltétlenül csak arról szól, hogy mondjuk GDP szempontjából egy térség mit tud teljesíteni. Az identitásnak a jelentősége pedig ott van, hogy amikor lakóhelyet, munkahelyet, letelepedési célt vagy másodlagos otthont választ valaki, akkor az identitás az egy nagyon komoly faktor a döntések esetében. Vizsgáltuk azt a Balatonnál, hogy hogyan változnak a különböző kerékpáros útvonalak, lehet-e a Balaton mint egészségturisztikai térséget megjeleníteni, milyenek jelenleg a terület és ingatlanfejlesztési törekvések, irányok, a partmenti vagy a háttértelteknek milyen ez a fajta dinamikája. Nagyon érdekes az, hogy a biztonság, nem csak az egészségügy, hanem a közbiztonság kérdése az egy felértékelőben levő jellemző, hogy ez hogyan alakult a Balaton térségben, és nyilvánvalóan nem csak mint élettér, hanem mint úticél, mint desztináció is előtérbe került ez a térség. Az első komoly megosztása a balatoni népességnek úgy foghatom talán jobban meg, hogy nem csak a térhasználban, nem csak azokkal kell foglalkoznunk, akik itt élnek, és itt dolgoznak, és tanulnak, hanem azokkal a helyi lakosokkal, illetve ingázókkal, vagy másodlagos otthonnal rendelkezőkkel, néha a polgármesterek őket egyébként ilyen bebíróknak is szokták nevezni, akik valamilyen módon kötődnek ez a térséghez, fejlesztési, beruházási módon, vagy ide ingáznak be tanulás munkahely szempontjából. A dián az látszik, hogy egy primer kutatásban nem teljesen homogén, nem teljesen egységes az a lakosság, aki használja a Balaton mint életteret, hanem sokféle igény, sokféle motivációt kell tulajdonképpen a fejlesztés politikának is megvalósítania. Egy nagyon érdekes standard kérdés, ami arról szól, hogy ha a Balaton mint életteret, mint a térséget nézzük, akkor melyikek a legvonzóbb települések. Nyilvánvalóan ez egy primer adatfelvétel, ami közel 1000 főnek a véleményét tükrözi, és nagyon szépen látszik az, hogy jelenleg a Balaton térségben ugye a legfelkapottabb, legtrendibb települések kerülnek az élre, ezek a Balatonfüred, a Tihany és a Siófok. És persze, hogyha tovább tudnánk ezt a kérdéskört még finomítani, akkor hozzá lehetne azt is tenni. Egyébként, hogyha a legvonzóbb kérdés ingatlanfejlesztés szempontjából nézzük, akkor Veszprém kiemelkedik, tehát Veszprém egy vonzó ingatlan beruházási központ, és a Balaton parti települések azok még, kisebb, akár kisebb települések is, amik ezen a listán előtérbe kerültek. Az is egy fontos kérdés ebben az élettér vagy életminőség kutatásban, hogy általában mire büszkék az emberek, mire büszkék az itt élők. Itt kiemelném azt, hogy a legtöbb válaszadó az a természeti környezettel, magával a tóval, a tájképpel, a tisztasággal, ezzel a nyugalommal, ilyen pozitív jelzőket használtak, hogy gyönyörű, hogy természet, hogy szabadság, az emberek, tehát ezt mindenképpen értéknek tartják.
Itt látható az a díja, ami összefoglalja azt, hogy a turizmusnak a hatásait hogyan érzékelik az emberek a Balaton térségben. Az egyes pont azt jelenti, hogy egyáltalán nem, az ötös pedig ez a skán az, hogy igen, jelen van. Összességében, hogyha ezt a kérdéskört néznénk ilyen globális szinten, akkor azt tudtuk mondani a turizmus szakemberek, hogy a turizmus hatásait társadalmi, gazdasági vagy környezeti hatásokra lehet felosztani, és azoknak ugye vannak pozitív részei, mint a munkahelyteremtés, vagy az imázs. Nagyon szépen látszik itt a dia alján, hogy igen, megjelent ez a pozitív hatás. Például az emberek azt gondolják, az itt élők, hogy a településeknek az elismertsége az növekszik a turizmus miatt, az életminőségük javul, vagy a jövedelem életszínvonal növekszik. És ugye szoktak lenni negatív hatások is. Itt két jellemzőt emeltem ki a munkatársaimnak az eredményeiből. Az egyik az a közlekedés és parkolási gondok, összességében egyébként a mobilitás, és itt nem csak a települések között, hanem a településen belüli mobilitásra is nagyon komoly kritikaként tekintenek sok esetben, illetve a másik az, hogy szezonalitás még mindig nagyon szezonálisnak, időben koncentrálnak, a nyári hónapokra általában július-augusztusra koncentrálnak, gondolják a turizmusnak a pozitív hatásait a Balatonnál. Erre azért van jó pár olyan törekvés, ez a 365 napos Balaton, ugye a különböző kiegészítő termékek, egészségturizmus, aktivitás, stb., amiben ezt a hatást ezt lehetne mérsékelni. Van egy olyan érdekesség is, hogy a települési tényezőket hasonlították össze a fontosság és elégedettség tekintetében, és azt nézték a lakosságnak a válaszai alapján, hogy melyek azok a települési tényezők, amik fontosak, illetve melyikek azok, amikkel elégedettek is az itt élők. Hogyha a diát megnézik a kedves hallgatók, akkor látják azt, hogy elsősorban a jobb felső sorokban a pirosra kiemelt tényezők azok, mint a település természeti adottsága, a nyugalom, közbiztonság, megközelíthetőség, és egy humán faktor, az emberi kapcsolatok, közösség megléte, amivel abszolút elégedettek. És amin meg egyébként esetleg lehetne változtatni, fejleszteni a kerékpárút hálózatok, parkolási lehetőségek, a munkalehetőségek, és hát nagyon sok esetben a fiatal vászalóknál ugye a szórakozási lehetőség, éjszakai élet, kedvező ingatlanárak jött még elő. Itt két dologra hívnám fel a figyelmet, hogy azért a demográfiai adatok alapján nagyon szépen látszik az, hogy a Balaton térség egy fokozottan előregedő térség, és nyilvánvalóan egy része a szolgáltatásoknak az idősebb korosztály igényeit szolgálja. Tehát ez a kedvező ingatlanárak, ez azt jelenti, hogy a feszültség is tud kialakulni nagyon sok településben, egy olyan típusú feszültség, hogy az itt élők nem feltétlenül keresnek annyi, diszkrecionális jövedelmük nem olyan magas, mint a betelepülőknek, az ingatlan vásárlóknak, hogy ezt a fajta jelenlegi ingatlan árat vagy árszintet meg tudják fizetni. Beszéljünk arról is fejlesztéspolitika kapcsán, hogy mit hozott a turizmusban, vagy mit hozott összességében gondolkodásban a koronavírus. Nyilván van, még benne vagyunk a folyamatban, de pár tendencia, trend már most látszik, amit esetleg a fejlesztéspolitikában érdemes lenne végig gondolni, és hát figyelembe venni. Az első talán, amit kiemelnék, hogy az anyagi és egészségügyi szempontok hangsúlya az előtérbe került, és bár megvan az élménykeresés is, de nagyon sok esetben ez a szempont, ez übereli, ez felülírja az élménykeresést. Magyarul az, hogy a belföldi közeli desztinációkat keresik a vendégek, és ez egyébként megjelent egy új vendégkör, aki régebben külföldre járt elsősorban, de a határok lezárása, vagy bármilyen egészségügyi kockázat miatt azt gondolja, hogy belföldön fog elkölteni a diszkrecionális jövedelmét. Másik pár ebben a dologban, hogy keresik az emberek a privát szférát, a zsúfoltságot kerülik, illetve a természetben végezhető különböző tevékenységet, és erre a Balaton térsége, akár a part, akár a háttérterületek nagyon kiváló lehetőséget nyújtanak. Fontos kérdés a teherbíró képesség, a létszámoknak a limitálása, és ez nem csak a nagy rendezvényeknél, most az 500 fő ugye egy ilyen jelenlegi korlát, hanem
későbbiek során a beléptetés, a különböző beltéri attrakciókban az, hogy hány ember ülhet le, hány embert hívunk meg egy konferenciára, ezek mind-mind befolyásolják a jövőbeni fejlesztéseket és a magát a térhasználatot is. Az aktív időtöltésnél kiemelném azt, hogy a kerékpár, séta, futás, vízisportok, amire kiválóan alkalmas ez a térség, emellett ugye a kultúrát is sok esetben ki lehet vinni a szabadtérre. Nagyon jó példa volt most a filmpiknik, hogy újra lehet gondolni nagyon sok örökséghelyszínt, kultúrás örökséghelyszínt, és új funkciót adni, akár a vendéglátásban, akár egy kreatív iparnak a megtelepítésében. A bor és a gasztró, ez egy nagyon fontos trend, és felnő lassan az a generáció, aki zöldebb megoldások iránt érdeklődik. Talán még egy utolsó gondolat, hogy a szabadidő turizmus és a maga munkavégzés, az online munkavégzés, az egy kicsit elmossa a határokat az embereknek a fejében. Az azt jelenti, hogy sokféle nyaralóból, egy másodlagos otthonból lehet teljes értékű munkát végezni, és ezzel igazából a rekreáció felértékelődik. És a kutatóként, amit hangsúlyozni szeretnénk, hogy a fejlesztés politikának nagyon komolyan kellene adatokra támaszkodnia. Ez most lehetővé válik a turizmusban, akár az ENTAK rendszer, akár a különböző big data lehetőséggel. Érdemes lenne a jövőben majd ezt komolyabban felhasználni a különböző fejlesztések során. Nem mehetünk el amellett, hogy Veszprém-Balaton 2023-ban ugye Európa kulturális fővárosa lesz, és maga ennek a projektnek a legfontosabb célkitűzése, hogy a kreativitás ünnepedjen, hogy egy új kreatív, kulturális régió jöjjön itt létre, és hát reméljük azt, hogy ezek a fejlesztések, ezek az irányok e felé fogják eltolni magát a térséget is. A következőkben arról szól majd az adás, Abon János kollégám részéről, hogy a térség mint munkahely mit tud. Az előadás első része teljesen rávilágított arra, hogy egy regionális fejlesztést mennyire fontos, hogy az emberek életminősége alkotott elképzeléseire alapozzuk és megismerjük pontosan, hogy mire is van szüksége az embereknek, a polgároknak, mi is javítja az ő életminőségüket. Az előadásomat szintén egy reprezentatív felméréssel, közel 1000 főt érintő reprezentatív feléréssel szeretném indítani, amely során Veszprém polgárait kérdeztük arról, hogy mi a viszonyuk a településhez és a régiókhoz. Egy 4 fokozatú skálán közel 200 kérdésre adtak választ, és nyilván a legfontosabb kérdés az az, hogy jól érzik-e magukat Veszprémben. Nagyon jó hír, hogy a válaszadóknak a jelentős többsége jól érzi magát a városban, és nagyon fontos kérdés, hogy mi is határozza meg ezt a jó érzetet. Milyen egyéb pozitívan, vagy pedig negatívan értékelt kérdésekkel járul együtt az, hogy egy polgár megfelelő életminőséget élhet egy városban. Ami nagyon fontos tényező, az, és amiről szeretnék beszélni, az, hogy a polgároknak a jelentős része akkor érzi magát jól a településünkön, hogyha elégedett a munkájával, illetve az anyagi helyzete is megfelelő. Tehát nagyjából a válaszadóknak a 75%-a például akkor érzi jól magát a városban, amikor az anyagi lehetőségei is biztosítottak, illetve olyan munkakörben dolgozik, ahol ki tud teljesülni. És szintén nagyon érdekes kérdés, hogy akkor, amikor ezek a ellenkező irányba tesszük fel ezt a kérdést, akkor egyértelműen tetten érhető, hogy azok, akik nem érzik ma jól magukat a településen, elégedetlenek a munkájukkal, és például az egyetemnek a szerepét is negatívan látják, illetve a levegő minőséggel sem elégedett. A kérdés tehát az, hogyha ismerjük ezeket a tényezőket, amelyek befolyásolják az emberek polgárok életminőségét, akkor hogyan tudjuk ezt célszerűen javítani? Célszerű megnézni azt, hogy milyen regionális fejlesztési stratégiák alakítható ki. Példa elsődleges fejlesztési cél a régiónak a kapcsolata. Az előző előadásnak az első részében láthattuk azt, hogy mennyire jelentős az, hogy a kultúra, turizmust erősítsük,
erősítsük a régiónak a mobilitással kapcsolatos szolgáltatásait, magát a régiót is erősítsük, a biztonságérzetet növeljük, intézményi kapacitásokat növeljünk, a régión belüli szervezeteket közötti kooperációt elősegítsük, és hát nyilván biztosítjuk a gazdaságnak azon feltételrendszerét, ami lehetővé teszi azt, hogy versenyképes legyen a gazdaság, és ezt lehetővé téve biztosítjuk azt, hogy az embereknek életminőségét, kompetenciát fejleszünk, és egyfajta tudásalapú társadalmat hozzunk létre. És ami a felmérésben is nyilvánvalóvá vált, hogy a polgároknak rettentően fontos, hogy milyen környezetben élhetik az életüket, ezért nekünk folyamatosan csökkenteni kell a környezeti kockázatokat, javítani kell a levegő és talajminőséget, fenntartható energiaforrásokat kell biztosítani, és a vízminőséget is, javítását is szem előtt kell tartani. A kérdés az az, hogy milyen módszerrel valósíthatók meg ezek az integrált regionális fejlesztési stratégiák. Mindannyian ismerjük a tankönyvekből az úgynevezett hármas helix modellt, hármas spirál modellt, amely arról szól, hogy egy ilyen regionális fejlesztésben a kormányzatnak, az iparnak, a gazdaságnak és a felsőoktatás és a kutatás szereplőinek integrált módon kell eljárnia, össze kell, hogy hangolják ezek a szereplők a tevékenységet. A kérdés az igazából az, hogy hogyan valósítható meg a tankönyvben szereplő ideális példa. Hogyan növelhető a kapcsolat ezen szereplőktől? Nyilván az elsődleges lépés az az, hogy vannak üzleti hálózatok, beszállítói láncok, szolgáltatások kapcsolódása, de ami igazán fontos az, hogy elő kell lépni az ügyben, hogy ezek a kapcsolatok erősebbek legyenek, adott cél elérése érdekében kooperációk alakulhassanak ki, kooperációs hálózatokat kell létrehozni, és ami nagyon fontos, hogy innen is előrelépve adott probléma megoldása érdekében úgynevezett kooperatív, kollaboratív hálózatokat kell létrehozni. Milyen problémák vannak például, hogyan növelhető a gazdaság versenyképessége, hogyan csökkenthetők a környezeti terhelések, hogyan növelhető a hozzáadott érték, a régióban előállított hozzáadott érték. Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekkel igazából választ adjunk, és tényleg kollaboratív hálózatokat hozzunk létre, és regionális problémákat hatékonyan oldjunk meg, nyilván a térségben szereplő vállalatokkal, szervezetekkel kell együtt működni, és ezeket az együttműködési lehetőségeket kell innovatívan feltárni és integrálni. Tehát az agglomerációban előforduló szereplőkkel kell szorosan innovációs ökoszisztémát megvalósítani, tehát ezt a hármas helixből egy regionális innovációs infrastruktúrát, vagy struktúrát, ökoszisztémát kell létrehozni. Mi lehet ennek a módja, és hogyan működik ez? Mi ennek a koncepciónak a dinamikája? Induljunk ki, mint a oktatási szereplők, vagy felsőoktatásban, kutatásban lévő szereplők, mondjuk a felsőoktatás szerepéből. Nyilván, hogyha mi célirányosan, piacorientáltan, nyitottan végezzük a tevékenységünket, akkor a munkánk hatására a munkaerőpiac versenyképessége növekszik, ennek köszönhetően a technológiai felkészültség javul, ennek köszönhetően az innováció javul, ennek köszönhetően a régió befektetőket vonz, és ennek köszönhetően pedig a régió, a teljes régió versenyképessége javulni fog. A kérdés az az, hogy egy-egy régió mennyire érett arra, hogy ezt a versenyképességét növelje, illetve milyen területeken tudja meghatározni azt a kitörési pontokat, amiket érdemes fejleszteni. Ennek a kérdésnek a megválaszolására egy módszertant hoztunk létre, amely felméri azt, hogy a termelő vállalatok az integrálásából, a kooperációjából, és aztán majd a kollaborációjára milyen lehetőségek nyílnak. Ezt a mai világban úgynevezett negyedik ipari forradalomnak hívjuk, amely arról szól, hogy digitalizáljuk a termelési folyamatokat, az ezekre vonatkozó információkat, és összekapcsoljuk a teljes értékláncot.
A kérdés az az, hogy ez az összekapcsolás, ez milyen regionális feltételeket követel meg, illetve milyen regionális hatással bír, és ennek a lehetőségnek, a fejlesztési lehetőségeknek a feltárására egy módszertant hoztunk létre, amely módszertan alkalmazására szeretnék a következő diában egy példát mutatni. Az általunk létrehozott indikátorrendszer, tehát annak megfelelően, hogy szükséges az akadémiai szférára, a vállalkozásokra, az innovációra és a befektetésekre fókuszálni, megpróbálja ezeket a témaköröknek a regionális mutatószámait hatékonyan integrálni, és ennek megfelelően egy IPAR 4.0 plusz regionális mutatószámrendszert hoztunk létre, egy rangsort alkottunk, amelyben Európa régióit minősítettük, és ahogyan az ábra mutatja, ez a rangsor nagyon szépen jellemzi azt is, hogy egy-egy régió mennyi hozzáadott érték termelésére alkalmas, és egyfajta itinerként, útmutatóként is szolgál, hogy itt az ábra bal alsó sarkában helyet foglaló közép-dunántúli régiót adott a hosszabb távú, jól tervezett fejlesztési stratégia mentén eljutassuk az ábrának a jobb felső sarkába, azaz növeljük az innovációs képességünket, és aztán így érjük el azt, hogy nagyobb hozzáadott érték termelésére alkalmasak a régióvállalat. A legfontosabb regionális innovációs feladat pedig nem más, hogy hogyan lehet a gazdaságot úgy fejleszteni, hogy a környezeti terhelést nem növeljük. A megoldás a körforrásos gazdaság módszertanában elvében való gondolkodást igényli. A előadásunkban igazából erre az innovációs feladatokra, a kollaboratív innovációra szerettük volna felhívni a figyelmet, a előadásunk mondani valóját pedig az alábbiakban szeretnénk összefoglalni. 2000-esek között 5 területet tartunk fontosnak. Az első a népesség megtartása, bevonzás, egy vonzó életminőségben, magas életminőséggel jellemző élettérnek a megteremtése, ahol egészségnyitottság és oktatás egy kiemelt prioritás. Nagyon fontos, hogy ezt a fejlett gazdasági környezeti háttért az úgynevezett kollaboratív innovációval hozzuk létre, amelynek szükséges eleme az ipari 4.0 megoldásoknak a bevezetése, az úgynevezett digitális transformáció. Nőni fog a nyitott és az aktív életmódnak a jelentősége, ezért a Balaton térségben is egy ilyen típusú minőségi életteret kell megteremteni, ahol elégedettek az itt élők, vagy az ide ingázó emberek. A területfejlesztést hálózatokban való gondolkodással kell megoldani, a gazdaság szereplők integrálásával, tudásközpontok kialakításával. Végül minden fejlesztésnek nagyon jó alapja lehet a mérés, a valós adatokon való gondolkodás, ennek érdekében primer adatgyűjtéssel, ezeknek a visszacsatolásával, vagy élő laboratóriumokkal tudjuk fejleszteni ezt a fajta fejlesztési folyamatot. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük a figyelmet!